Üdvözlök mindenkit a Transport Info következő videójában, mely videó során tovább haladunk az IMDG kódban, és nézzük folyamatában a CTU, azaz a Cargo Transport Unit egységek, ugye ezek szállító egységekről beszélek, jelölését. Elsősorban az elkövetkezendő videókban ugye nagybárcákról lesz szó, már az előző videóban is ezt kezdtük meg, ott megnéztük, hogy egy nagybárcának hogyan kell kinézni, és most folytatjuk a nagybárcákra vonatkozó általános előírásokkal. De mielőtt ezt megtennénk, megnézzük ugye az elérhetőségeinket, hogy bárkinek, aki gondja van, vagy kérdése van, az tudja, hogy hol keressen minket. Alapvetően és elsősorban az ADR tanácsadó nevű zárt Facebook csoport az, ahol kommunikálni szoktunk veszélyes áruszállítással kapcsolatban főleg, de természetesen előfordulhat bármilyen akár közúti, tengeri, légi szállítással kapcsolatos kérdés is. Nyilván, aki tud, válaszol, itt is több szakértő áll rendelkezésre, és sokszor, főleg gyakorlati kérdésekben a kollégák is tudnak egymásnak segíteni. Itt a gépjármű vezetőkre gondolok, ugye a kamionsofőrökre gondolok elsősorban, nagyon sok gyakorlati kérdést bizonyos, akár útvonalakkal, cégekkel kapcsolatban ők tudnak megválaszolni. Emellett javaslatomra ajánlott, tehát érdemes ránézni a www.dgronline.eu oldalra is, ezt a csoportunk, az átcsoportunk adminja, Péter, Szakács Péter üzemelteti, itt az UN szám beírásával rengeteg információhoz tudtok hozzájutni, de emellett nagyon sok veszélyes árus információ van még fönt, de mondom még egyszer, elsősorban akár gyakorlati használatra is érdemes ezt az oldalt látogatni, mert a 4 számjegyű ugye UN szám beírásával a szükséges a táblázatban található információkat megkapod, több nyelven is, és ez sokszor adott helyzetben, például egy dokumentum kitöltésén is nagyon sokat segíthet, hogy több nyelven nyilván ugye az ADR szabályainak megfelelően egy nemzetközi fuvarozás során, ugye erről már beszéltünk régi videókban, több nyelven kell ezeket kitölteni, megvan az is, hogy milyen nyelveken, és ezeket a nyelveket eléritek itt, most csak egy okot mondtam, amiért érdemes ide látogatni. Ezeket a videókat, mint oly sok más videót is, a Transport Info Ltd. YouTube csatornájára töltögetem föl, hogyha valaki ott szeretne körbenézni, akkor az ezen a néven keresse, és fogja megtalálni ezt a csatornát. Itt is természetesen, ahogy a Facebookon is kommentelhettek, ha észreveszem őket, azért általában észre szoktam venni, hogyha kérdés van, meg is szoktam válaszolni lehetőség szerint, de ugye az ADR tanácsadó csoport annyival lesz gyorsabb, hogy ott több ember is figyeli ezeket, és több ember is tud válaszolni, nem úgy, mint a YouTube csatornán, ahol jobbára ugye én egymagam látom ezeket a kérdéseket, hogyha beérkezik valami. Na nézzünk akkor meg ezt a PDF dokumentumot. Ugye az IMDG kódból dolgozom, és ezen belül is, ugye most az 5-3-as fejezetnek mentünk neki a múltkor, illetve ugye egy kicsit más, hova nyúltunk bele az IMDG kódon belül, hogy lássuk azokat a bárca mintákat, amik ugye nagybárcázáshoz is szükségesek, illetve az előző videóban, ha valaki gondolja, nézze vissza, beszéltünk a bárca méreteiről, és hogy hogyan kell kinézni neki, milyen mintáknak kell megfelelni, de most egy pár olyan előírást fogunk megvizsgálni, itt kezdve, ugye az 53111-nél, aminek kell, hogy megfeleljenek ezek a nagybárcák. Jó, alapvetően, ahogy látható, itt is ugye plakát szóval jelöli az angol, itt ugye nagybárcát fog jelenteni, de minden más egyébként jelölésre is igazak lesznek azok az általánosságok, amiket itt találunk. Ugye azt mondja, hogy a külső felületére kell a CTU-nak tenni, ezt a CTU-t többször használom, még egyszer mondom itt az elején még a videónak, hogy Cargo Transport Unit, tehát a szállító egységünket nevezi így, vagy a bulk konténer, ugye az ömlesztett konténer, ömlesztett anyag szállítására szolgáló konténer is itt említésre kerül, és nyilván azt a figyelmeztetést kell visszatükröznie, amit a CTU tartalmaz, ugye annak az anyagnak a
jelenlévő veszélyeire kell fölhívni a figyelmet ennek a bárcának, vagy nagybárcának, vagy bármilyen jelölésnek ugye alapvetően, amit ugye ezek a konténerek magukban hordoznak, és amilyen tulajdonságokkal nyilván ezek az anyagok bírnak. Mikor nem kell ezeket szépen kivigyeszteni, fölhelyezni ezeket a, ugye ezeket a nagybárcákat, akkor, hogyha azok a csomagok, csomagolások és a rajta levő jelölések, és nyilván az itt szükséges és megjelenő bárcák kívülről láthatóak, akkor nyilván ebben az esetben nem kell külön magát a CIT-t megjelölni. Aztán azt mondja, hogy ugye itt hivatkozik az 5.3.1.1.4 és az 5.3.2-es pontokra, hogy hogyan is, itt is egy újabb általános előírás jön, hogy milyen tulajdonságúnak kell ennek a nagybárcának lenni, és itt nagyon fontos az, ugye nagyon sokszor visszajön az, amikor majd arról is beszélünk, hogy mikor és hogyan kell eltávolítani ezeket a nagybárcákat ezekről a CIT-ukról, de itt jön vissza az, hogy miért ragadnak, tapadnak, miért leszedhetetlenek ezek, miért kényelmes az, hogyha könnyen le tudod szedni, és miért nem szabályos az, hogyha könnyen le tudod szedni. Jó, a lényeg, és akkor mondom a lényeget, hogy ugye itt komoly hatásoknak kell tudnia ellenállni ennek a nagybárcának, tehát azonosíthatónak kell lenni a CTU-n, akár 3 hónap után is, még úgy is, hogyha a tengerben alá van merülve, tehát el van süllyedve ez a konténer. Most gondolhatjuk, hogy azok a nagybárcák, amiket te megfogsz a sarkánál és letépsz egy mozdulattal, azok nem vagyok benne biztos, hogy megfelelnek ennek az előírásnak, tehát hogyha nem tudom, mindenféle eszközt bevetve, ugye nagyon sokszor volt már ez is téma, próbáljátok leszedni ezeket a nagybárcákat, akkor alapvetően arra gondoljatok, hogy aki legyártotta, és azt kell, hogy mondjam, helyesen és jó anyagban, jó tulajdonságokkal bíróan ezt a bárcát, azok ennek az előírásnak felelnek meg, tehát még a tenger mélyén is, 3 hónap múltán is azonosíthatónak kell lenni ennek a jelölésnek. Jó, természetesen manapság már ezeken a CTU-kon külön hely van kialakítva erre, tehát itt is ugye arra hívja fel a jogszabály a figyelmet, hogy érdemes azon elgondolkodnunk, hogy külön dedikált helyre tegyük ezeket, és akkor ott egységesen és külön jelölve tudjuk őket kezelni. Nyilván ebbe a kezelésbe az is benne van, amikor onnan le kell szedni, tehát jellemző, hogy olyan fém felületekre rakják föl ma már ezeket különböző CTU-kon, amin ha egy kicsit erőszakosabban próbáljátok leszedni, sem lesz gond, mert nyilván, hogyha egy nem tudom, egy akármilyen reklámra, vagy feliratra, vagy a gyártó által, vagy éppen a CTU üzemeltető által nem kívánt felületre ragasztja föl valaki ezeket, nagyon sokat láttunk ilyeneket is, meg fogunk is látni, akkor nem feltétlenül örül annak, hogyha akár a festékkel, vagy a reklámmal, vagy bármilyen anyaggal egyetembe kaparjuk le ezeket a nagybárcákat. Jó, menjünk tovább. Ugye a következő is itt van az, amit már az előbb jeleztem, hogy ugye amikor kirakjuk ezeket a CTU-kat, eltávolítjuk belőlük a veszélyes árut, és hozzáteszem, és a maradékát is, tehát nem lehet ott a maradéka sem, mert a bármilyen maradék, vagy netántán, ugye kiömlött anyag, vagy szennyezés van ezekben a CTU-kban, akkor nem távolíthatom el, hisz még a veszély ugyanúgy fennáll, hogyha beszennyeztük ezeket a CTU-kat, akár belülről. Ugye ezért fontos tisztában lenni azzal, hogy csak akkor vehetjük le ezeket a jelöléseket, vagy ugye azt is mondja, hogy takarjuk le, ilyet is láttam már, nem annyira jellemző, főleg nem nagybárcánál, hogy akkor most ezeket valamivel elmaszkoljuk, mert itt sem lehet akárhogy ezeket, ugye. A lényeg az, hogy ezeket a jelöléseket vagy le kell takarni, vagy el kell onnan távolítani abban az esetben, hogyha veszélyes áru kirakásra került, és semmilyen más visszamaradt veszélyes áru nem maradt ebben a CTU-ban. Miért és hogyan fog ez jelentkezni jobbára azok, akik konténereznek és tengeri konténerrel dolgoznak, ha és amennyiben veszélyes árut szállítotok,
akkor sokszor találkozhattatok azzal a problémával, hogy amikor visszaviszitek a konténert, és rajta van egy ilyen nagy bárca, nem fogják átvenni. Tehát én továbbra is javaslom, hogy készüljünk fel ezeknek az eltávolítására megfelelő eszközökkel, lehet a spakli, vagy hőfúvó, vagy nem tudom mi lenne a legjobb. Ebben valószínűleg megint a gépkocsi vezetők tudnának gyakorlati jó ötleteket adni, de nekünk ezt tudnunk kell, és nem vihetjük vissza úgy akár egy terminálra üresen tisztítottan azt a konténert, hogy ne szedtük volna le a jelölést róla. Jó, külső felületre kell természetesen, azt mondja, hogy ezeket fölrakni, és nyilvánvalóan itt megint azt mondja, hogy annak a veszélynek megfelelően, ugye itt fő és járulékos veszélyekről beszélünk, majd itt később fogok róla beszélni, itt mindjárt, hogy miben különbözik és mire kell odafigyelni, amikor fő és járulékos veszélyekre vagy veszélyre jelölünk ezekkel a nagybárcákkal. Kivéve, ugye itt mond nekünk egy kivételt, bár megint ott tartunk, ugye elsődleges főveszélyről beszél, hogy megint ugye robbanóanyagok, amikről nem szívesen beszélek, mert ezek esetében már nem szeretném, hogyha bárki ilyen videókból, vagy bármilyen netes anyaggal kapcsolatban, vagy ezeknek a segítségével tájékozódna, hisz ide már azért komolyabb szakemberek kellenek. De itt ugye megemlíti az egyes osztályból, az 1-4-es alosztálynak ugye az S összeférhetőségi csoportot, ez esetben nem kell nagybárcával jelölni, illetve még itt beszél, ugye a legmagasabb veszély esetén, hogyha különböző alosztályhoz tartozó egyes osztályú anyagok lennének ezekben a CTU-kban, de mondom, én ezekkel itt nem kívánok foglalkozni. Jó, aztán arról beszél, ugye, hogy nagyjából ezek egy olyan háttérre legyenek föltéve, ami kontrasztot ad neki. Mit akar ezzel mondani, hogy kiemelkedjen az a nagy bárca a háttérből, de természetesen ez nem mindig sikerül, és ezért van az, hogy ezeknél ugye a bárcáknál, ahogy már láttuk is az előző videóban, vagy pontozással, vagy egy folyamatos ugye külső vonallal van szépen ez a bárca úgymond körülvéve, hogy ha és amennyiben nem tud elütni a háttértől, amire fölraktuk, de lehetőleg ugye üssön el, hogy jó észrevehető legyen, akkor ez az a vonal, amivel valamelyest el tud különülni. Nagyon fontos tétel, hogy a 9-es osztályba tartozó anyagok esetében, ha nagy bárcáról beszélünk, akkor soha ne használjuk a 9A mintának megfelelő ugye bárcát, mert nagy bárcaként csak is kimondottan a 9-es használható, a 9A nem szabad használni nagy bárcaként. Aztán itt van az, amiről beszéltem, és ebben a videóban ezzel fejezem be, hogy ugye mikor és milyen bárcánkat kell föltenni. Nagyon sokszor előfordul, hogy például több anyagban berakva egy CTU-ba is, netántán például az egyik anyagnak a főveszélye megegyezik a mondjuk egy másik anyagnak a járulékos veszélyével. Nyilván ezeket a járulékos veszélyeket is bárcázni kell, de nem kell duplikálni, jó? Tehát ha van például egy, nem tudom, maróanyag a konténerben, és van még mellette egy gyúlékony főveszéllyel és mondjuk maró járulékos veszéllyel rendelkező anyagom, akkor nem kell még egyszer fölrakni a 8-as bárcát, de teljesen fölösleges, mert semmi plusz jelentéssel nem fog bírni, hogyha én kétszer rakom ki a 8-as bárcát. Nyilván ez esetben a 8-as bárca, nagy bárca, ugye a CTU külsején az ugye fog főveszélyt és járulékos veszélyt is jelenteni, persze ezt a külső szemlélő nem fogja tudni, de magára a veszélyre fölhívni a figyelmet elég egyszer, tehát az, hogy most ott járulékos veszélye is lesz az a 8-as, ugye maró hatás, illetve főveszélyként is az lényegtelen, amit már itt az általánosságban mondtam, ugye az általános szabályokban, hogy mi a veszélyt kommunikáljuk, és hogy az milyen veszély, ugye itt például az én példámban a maró hatás az, ami veszélyt jelent, úgyhogy innentől kezdve ezt egyszer kommunikáltunk, még egyszer már nem kell. Jó, aztán tovább megyünk hamarosan, és megnézzük, hogy hogyan is kell konkrétan jelölni ezeket a különböző CTU-kat, de ebben a videóban már eddig jutottunk, úgyhogy én megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogyha velem tartottál, és akkor találkozzunk majd egy következő videóban. Köszönöm szépen, sziasztok!